ez a nap egy nagyon szép nap a Morpik Szeged történetében, hiszen alapítónkat ünnepeljük. Azt kell elmondanom, hogy annak idején, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, akkor a lelkesedésünkön kívül más a világon semmi nem volt. Közelmúltban néztem a statisztikai hivatal adatait. Ezt az életkort Magyarországon nem egész 1%-a éri meg az embereknek. Nincs gond a szellemiekkel, de a járásommal már igen, ma már nem tudok versenyt futni a trolibusszal, a saroktól a megállóig, úgyhogy már elégedetlen vagyok a formámmal, de maga a hosszú élet titka talán az, hogy ameddig az ember lélegezni tud, addig vegye is be a levegőt. Ahhoz képest, hogy 90 éves, nagyon durva, hogy milyen jól tartja magát, és hogy milyen humorérzéke van, és milyen életvidám és életerős. Nagyon örülök, hogy a Miska bácsi most is ereje teljében van, 90 évesen, szellemileg teljesen tiszta. 74-től kerültem a csapatba, olyan erővel támogatta a csapatot, hogy előre jussunk, amit most csinál a PIK, hogy minél előrébb jusson. Nekünk a fejlődés mellett azért azokat tényleg meg kell tartani, amire alapozhat ez a klub, és ez pedig a történelme és a jelen. Hagyományok nélkül olyan ingatag az életünk, mint a hegedűs a háztetőn, hogy ugye egy klasszikust idézek. Én a kezdetektől arra törekedtem, amikor elkezdtük ezt a klubot vezetni, hogy azokat a hagyományokat tartsuk meg, és azokat az embereket tiszteljük, akik sokat tettek a szegedi kézilabdáért, és szerencsére Misi bácsi még él, és tudjuk köszönteni. Jól csinálják a vezetők, jól csinálják az edzők, jól csinálja a csapat, hogy egy szoros gyűrűt vonnak maguk köré, hogy együtt vannak, és úgy gondolom, hogy ez is egy záloga annak, hogy a csapat lépésről lépésre megy előre. A mai világban egy kicsit a klubhűség, a lojalitás az elveszni látszik időszakosan, és ezt szeretném én is, mint fiatal edző menedzselni, hogy ezek a gyerekek ne csak azért játszanak a Morpik Szegedbe, mert az egy jó imidzsű, vagy egy jó képzést adó klub, hanem azért, mert hogy magának a klubnak a identitása és a felfogása, és maga a klubnak a működése is elnyeri a tetszésüket, és ehhez hozzátartozik az, hogy ők megismerkedjenek azzal, hogy a korábbi években kik voltak azok a sikeres játékosok, vagy milyen eredményeket értünk el. Nyilván a közelmúlt eredményeit azt ismerik, a régmúlttal meg őszinte leszek, én is ismerkedek, már ma is tanultam új neveket a kézilabdázás régi időszakáról. Azt a világot olyan körülmények között kellett megélni, és ez a mai pedig ugye nyilván a mai adottságokkal egészen mást ad, lehetőségként is, meg feladatként is. Ez a színvonal, ami ma a kézilabdában van, akkor még közel sem volt. Ugye nagyon sokat lépett előre ez a világ, hogy stoppa mentek meccsre, és tudom képzelni, hogy elindulnánk innen, aztán ki tudja, hogy mikor érünk oda mondjuk Balatonfüredre vagy Veszprémbe egy mérkőzésre, megmutattak képeket, hogy milyen mezbe játszottak, úgyhogy bele se tudok gondolni, hogy mi volt akkor, és meg az, hogy mi van most, és ez azért összehasonlítani, az nagyon nehéz. Mindegyiknek megvan a szépsége. A valamit felépíteni, az egy nagyon nemes dolog, és azokat a hagyományokat továbbvinni, az legalább olyan nemes. Nálunk esetleg már ami nehezebbé teszi, hogy sokkal nagyobb az eredménykényszer, mint volt mondjuk annak idején, amikor ezt a klubot alapították. Ahogy végignéztem az kedves vendégeken, azt kell mondanom, hogy ez kell a fiataloknak a elszántsága és hozzáértése is ahhoz, hogy ebből a csapatból, hát nem is tudom, hogy hova lehet még továbbfejlődni, hát csak mondom, hogy finálfúrig, vagy pedig még valami magasabb nemzetközi elismertségig, ha van olyan.